crossingba ugrunk. És most kéne ugrani. Oké. Okay. Üdvözlök közben mindenkit, Vilmos vagyok, és itt van velem Laci. Hellóztok. És nem is tudom, hogy milyenek a játéknak a neve, úgyhogy... Realm Royale. Az. Pont egy olyan szó, amit én nem tudok kimondani. Magyarul ez a játék, amiben könnyen lehet veszíteni. Aha. Hát úgy neki estem egy sziklának, hogy ez csak na. Három ember mellém csapódott, ez így jó kezdés. Kiszedték a fegyvert mellőlem. Ajaj. Mindegy, megyek feléd. Itt azok elintézik egymást szerintem. Igen. Én neki estem a hegy oldalának, úgyhogy nem tudtam túl menni. Húha, underpass. Basszus. Ott van egy ilyen jéges átjáró, ahol van egy kovács műhely. Egy fegyvert meg hagyjál már egyszerre, so? Jó. Most így üresen vagyok még. Hagytam egy revolvert. Oké, mindjárt megyek arra, csak itt látok, mert egy házat tudom távolat nézni. Ó, hagyj ez! Jó lesz ez! Egy heirloom, meg egy revolver. Aha. A nagy épületben hagytad a revolvert? Nem, ezt sosem felszedtem, majd eltakarítottam so? Úgy. Oké, okay, mondtad, okay. Akkor visszamentem is. Igen, igen, ilyen körülbelül törni inkább. Menjünk valamelyre. De üres, nem? Igen. Hát itt underpass megpróbáljuk. És még sokan szoktak ide jönni. Eleve van egy pár láda. Meg... meg egy kovács műhely, ahol lehet craftolni legalább potikat. Nem egyik rosszabb szempont. Viszont van nálam egy heirloom. Hát ezt a párházat át tudnánk nézni, de... itt mindig vannak egy 6-8-an. Főleg, hogy körön belül van. Hú, várjál, tovább jöttünk. Hoppá, gyere vissza. Még van 2 percünk, addig még tudunk egy kicsit craftolni, mondjuk nekem éppen nem lesz mit. Itt van valaki. Oké, okay, itt akció van. Vegyük a csirke. Kilőttem az egyiket. Csirke lettem. Védj meg! Mindiket ő meghalt? Jön nem, az egyik. A másik sárgyal. Meghal, ugye. Hat más. Vannak itt mások is. Jönnek. Azt a mindenit. Jöttek mások. De kilőttem. Hílelök, hogy gyorsan megyek el. Á, kilőttek. Á, kilőttek. Pedig kettőt kinyírtam. Au. Ez így nem hiányzott. Meg volt ez ilyen klasszorban, nem tudom, hogy szedtek ezt ilyen gyorsan lootot hozzá. Majdnem meg lett, egész jó. Na, de viszont lett 2 killem, ez nem olyan rossz. Igen, igen, ez jó. Már... Kömereg? Igen. Lett a jobb is, de hát ez van. Nekem egyszer összejött egy győzelem 11 hal öléssel. Csapattársam 8-at ölt. Akkor úgy hamarabb bementünk a sűrűbe. Legtöbb helyzetben olyan volt, hogy beestünk valahova, és akkor így 2-3 csapat közé így beszorultunk, és így keresztűzből voltunk minden oldalról.
És nem ám az elátalált lövő, amelyik fejlegetést jelent, hanem egyből a csirkét. Meddig leszel ma? Nem tudom igazából, később majd tervezek egy Darwin projektet is, egy pár meccset. Na, most nem nagyon tudok majd beszélni, mert az erős lesz a környezet, úgyhogy egyszer-kétszer majd így megszólok, de némit lesz a mikrofonom. Nézd, ott van, ott vagy Vandus. Követettem a gyereket a képbe. Bocsánál, majd ugrunk, jó? Jó. Vagyis, hát nem lesz ugrani, akkor oda megyünk, jó? Most kéne ugrani. Most ugrunk. Mi hátrafele ugrok, hogy megy? Mi mindig a karakter? Hopp. Igen. Itt van fel egy poison pisztoly, hogyha kell. Átmegyünk a másik toronyhoz, jó? Jó. Van ilyen... Várjál? Ja, még azt nem mondtam, hogy fel tudod cserélni a gombokat, tehát hogy a 3-as lényesnek a képességet fel tudod cserélni, így betűt nyomsz, úgy mint az inventory, és van oldalt ilyen swap gomb, amivel fel tudod cserélni a képességeknek a helyét és meg a fegyverek helyét is, amelyik gombon legyen. Aha. Meghalok, hogyha nagyot esek? Aha, és ez a háló mire jó? Semmire, mi? Nincs valami jó lootom most. Ami nagyon tetszik a játék. Ja, ezt mindig elfejtem a lovacskát.
ki van lootolva majd az egész hely. El szokott még lenni oldalt valami. Mindjárt jövök. Kicsit ki kell ugranom. Oké. The fog sets in. Összejöttem közben. Van ellenfél? Nincs. Van. Itt vagy, Laci? Megyek kovácsolni, most már valamit van a 180 pontom. Ilyenkor már érdemes. De megtámadtak, mondjuk neked van 90, abból egy armort csinálni. Ami rászférne. Laci, hallod? Lehet, hogy némit vagy, mert nem hallak. Nálam meg a porciót hallod. Itt van valaki. No, hát mondom, megtámadtak. Aztán kialtabb voltam, mert mondtad, hogy le vagyok valószínűleg bútorva.
Igen, nem hallottam semmit. Aztán, nem, úgy szóltam, hogy nem igaz, hogy nem tudsz jönni, azt közben kinyírtak. Hát nem hallottalak, bocsánat. Nem, hát én műtolódott le, mert itt a gyerekek miatt folyamatosan. Miket tudsz, kérem? Hát így külön nem mutatta, hogy a ruhák is olyan kesztyűmök is a színezése más lett. Gyorsabban fogok majd elvileg újra tölteni, meg fegyvert cserélni. Most lesz szívás, mert egy perc mire lekraftolódok az utcam, és pont körön kívül leszek. És a köd az itt is elég szépen csíp. Ráadásul az emberek látják is, hogy valamit kovácsolnak itt. Még először páncél csípi le a köd, úgyhogy azon nem lesz baj. Még be fogok érni, mert pont a peremén vagyok. Menő ez a játék. Délután leszel esetleg? Lehet, nem tudom. Szép volt, nagyon ügyes vagy. Hát ezt jobban is kihozhattam volna, az a baj. Nem jött össze. Köszönöm, Laci, hogy itt voltál velem. Találkozunk, kedves szintők, megfogadás. Jöttél és kipróbáltad. Bízom benne, hogy legközelebb egy live-ba próbáljuk ezt ki. Mert nekem nagyon tetszik ez a játék. Köszönöm szépen, igazából... Laci, hogy megmutattad. Hát igazán nincs mit, remélem, hogy játszunk még majd ezzel. Mondani szerettél volna valamit? Semmit igazából. Jó. Na akkor sziasztok, köszönöm, hello! Hello.